Egyszerre tekintélyes és alázatos. Az emberiség azt kutatja, hogyan használhatná ki erejét, és hogyan bújhatna ki korlátai alól. Ő a mindenit! Szóval ezt érzi egy űrhajós. Csillagokat, bolygókat, galaxisokat teremt és pusztít, és irányítja azok kozmikus hullámvasútját. Egyszerre barát és ellenség. Nélküle az általunk ismert élet kihunna. A Föld szó szerint felrobbanna. Ez a nagyszerű és titokzatos erő, amely uralja a világegyetemet, a gravitáció. A világegyetem. A gravitáció. A gravitáció a legáthatóbb erő a világegyetemben. Óriási és parányi léptékekben egyaránt kifejti hatását. Egy szörfös számára elengedhetetlen a hang ten figurához. Ha az ember meglovagol egy hullámot, végig siklik az elején, és a gravitáció húzó erejét használja, hogy lendületben maradjon. Ez a gyorsulási erő. Valójában a gravitáció segít a gyorsulásban. Egy síző is ezt használja ki lesikláskor. A hódeszkásnak épp úgy szüksége van rá a Big R figurához. Mindenre hat, ami tömeggel rendelkezik, beleértve bennünket is, függetlenül attól, hogy éppen alszunk vagy állunk. A gravitáció itt a Földön folyamatosan lefelé húz bennünket a Föld középpontja felé. A vidám parkokban a gravitáció hatására morajlik a hullámvasút, és ez készteti kiabálásra az embereket. A Föld gravitációja lehúz bennünket, és ennek következtében nagyon gyorsan megyünk. Minden tömeggel vagy energiával rendelkező dolog, részecske, emberek, bolygók, csillagok és galaxisok gravitációt hoznak létre. Teljhatalmú és mindenütt jelen való. A gravitáció vonz, irányít, meghajlít, alakít, alkot és rombol. Hatása alól egyetlen anyag és tömeg sem menekülhet. Mindent áthat. Rendkívül nagy távolságokon képes kifejteni hatását, és semmi sem kerülhet ki vonzása alól. A gravitáció tartja össze naprendszerünket. A gravitációs erő az, amely megtart bennünket a bolygón, megakadályozva, hogy felszálljunk arról. Ez az a kozmikus ragasztószer, amely az összes anyagot összetartja a világegyetemben. Képzeljenek el két dobókockát, amint azokat egymástól olyan 1 cm távolságra teljes nyugalomba helyezik az űr közepén. Akkor azt tapasztalnánk, hogy körülbelül 1 óra elteltével a két kocka lassan egymáshoz közeledne és egymáshoz érne. A gravitáció alkotta meg világunkat. A napunk egy hatalmas gázfelhőből jött létre, amelyet a gravitáció vonzott össze. Hasonlóképpen Földünk apró részecskék gravitációs vonzásából keletkezett, amelyek fokozatosan egyre nagyobb tömeggé váltak. És a gravitáció erejét a tömeg és a távolság befolyásolja. A gravitáció mindegyik test tömegétől, az adott testet alkotó anyag mennyiségétől függ. Arányos a két tömeg nagyságával. Más szavakkal, minél nagyobb egy tömeg, annál nagyobb vonzást fejt ki más tömegekre. De ez még nem minden. És fordítottan arányos a közöttük lévő távolság négyzetével. Ez annyit jelent, hogy ha megkétszerezünk két test közötti távolságot, a vonzás vagy húzóerő mindössze negyede az eredeti erősségnek. A gravitáció vonzereje irányítja a világegyetemben lévő összes anyag helyváltoztatását és mozgását, függetlenül attól, hogy ez mennyire masszív. Ott vannak például a teljes galaxisok, amelyek egymás körül keringenek. Galaxis csoportok, amelyek mind a saját közös tömegközpontjuk körül keringenek.
Ezen erő kiaknázásában rejlő gyakorlati lehetőség évszázadokon át nem hagyta nyugodni a tudósokat. A 17. századi csillagász Galilei ismerte fel elsőként, hogy a gravitáció egyáltalán létezik. Galileo rájött, hogy a különböző tömegű testek ugyanolyan sebességgel esnek le. Nos, itt van ez a nehéz acélgolyó, és egy ugyanolyan méretű pingponglabda. Ha egyszerre ejtem le őket, pontosan ugyanabban a pillanatban érnek földet, mivel ugyanolyan sebességgel esnek. Hogy illusztráljuk Galilei rendkívüli gravitációs felfedezését, miszerint minden tárgy függetlenül a tömegétől ugyanolyan sebességgel esik le, felülünk a Superman a szökés nevű szupergyors vasútra, itt a kaliforniai Six Flags Magic Mountainnél. Ez a vidámparki utazás szolgál egy látványos szabadesési bemutató helyszínéül. Megmutatja, mi történik, amikor egy emberekkel tele kocsi és egy teniszlabda egyszerre esik le 126 méter magasról. Oké, indulunk! Te jó ég! Az utasokat 160 km/órás sebességgel lövik fel a 41 emeletnyi magas torony tetejére. Lássuk csak, a gravitáció milyen hatással lesz rájuk. Most pedig elejtem ezt a labdát, és lebegni kezd! A labda lebeg! Ne! A szél ezúttal elfújta a labdát. Bár arra számítunk, hogy minden test a tömegétől függetlenül egyszerre esik szabadon, egy szeles napon az eredmények nem mindig tökéletesek. Jól van, te jó ég! Az út legtetején, amikor a felfelé haladó mozgás megszűnik, a gravitáció veszi át az irányítást, és a szabadesés megkezdődik. Hűha! Akkor most elengedem ezt a labdát, és nézzék, lebeg! A labda lebeg! Akkor most elengedem a labdát! És aztán néhány másodpercre a vidámpark kalandvágyó utasai súlytalannak érzik magukat, mintha nem is hatna rájuk a gravitáció, amit a tudósok zero G-nek neveznek. Ez igazán szépen lebegett! A mindenit! Te jó ég! És most megpróbálom elejteni a labdát. Ám a zero G csupán egy illúzió. A valóságban a gravitáció irányítja ezt az utazást. Ez az erő húzza vissza a földre a kocsit, az embereket és a teniszlabdát. Tömegüktől függetlenül ugyanakkor a sebességgel. Ez egy fantasztikus utazás. Hihetetlen érzés, amikor az ember visszazuhan. De ami igazán lenyűgöző volt, hogy amikor elejtettem a labdát, ott lebegett az arcom fölött. Szóval tudom, hogy zuhant, de én is ugyanolyan sebességgel zuhantam. Nem számít, hogy valaminek mekkora tömege van. Az ilyen kísérleteknek köszönhetően már tudjuk, hogy a tárgyak ugyanolyan sebességgel esnek le. De mi kellene ahhoz, hogy egy ágyúgolyót keringési pályára állítsunk? Amikor az alma Isaac Newton fejére esett, az megváltoztatta az addig ismert világot. Egyszer csak az alma leesik a fáról, ő pedig felnéz és látja a holdat a föld körüli pályán keringeni. És megállapítja, hogy nem csak az alma esik a földre, hanem hasonlóképpen a hold is. De valóban le fog zuhanni a hold? Egy ágyút és az általa kilőtt golyó pályáját számításba véve, Newton a matematika segítségével oldott meg egy kozmikus rejtélyt. Ez 1687-ben a Principia Mathematica című híres munkájában látott napvilágot.
Isaac Newtonnak van egy híres rajza, amely egy bolygót és egy kis hegyet ábrázol. Egy kis sebességgel kilőtt lövedék először csekély távolságra ér földet. Nagyobb sebességnél azonban már távolabbra esik. A kilövési erő megnövelésével a lövedék akár 80-160 kilométerre is repülhet. Még több puskapor hozzáadásával és a megfelelő tüzelési szög kiválasztásával az elgyugójó gyorsabban és messzebbre repülhet. Ám végül elkerülhetetlenül a gravitáció győz, és az elgyugójót visszakényszeríti a Földre. A Föld kerek, nem pedig lapos. És Newton rájött, hogy ha az elgyugójót kellő sebességgel lövik ki, az keringési pályára fog állni. Newton meghatározta, hogy ahhoz, hogy ez bekövetkezzen, a lövedéket 28.163 km/órás sebességgel kell kilőni. Ívben kanyarodik a Föld körül, és az ember rájön, hogy lennie kell egy olyan sebességnek, amellyel teljesen körbehalad a Föld körül, és hátulról fejbe kólint, soha nem érve el a Föld felszínét. És ha lehajolsz, tovább halad, és íme láss csodát, van egy keringési pályád. De a Hold vajon miért nem esik le a Földre? A Hold bizonyos oldalirányú mozgásokat is végez, úgyhogy minden kis esési mozzanatnál ebbe az irányba is kimozdul. És ezeknek a mozgásoknak a végösszege eredményezi a Föld körüli pályát. Newton azt is felfedezte, hogy a Föld egy hatalmas szabadesést végez a Nap körül. Mivel a gravitáció alakítja az útvonalát, bolygónk egy véget nem érő hullámvasút módjára kering a Nap körül. Newton megfejtette a gravitáció kódját, és a fizikusok a mai napig az ő elgondolásait alkalmazzák a problémák megoldásánál. Egyik különösebb, mint a másik. Például mi történne, ha valaki megpróbálna átutazni egy alagúton, ami összekötné a bolygó két ellentétes oldalát? Ezen az ábrán egy egyenes vonalú alagúton kellene áthaladni keresztül a Föld belsején, mindössze a gravitációra bízva, hogy az utast lejuttassa ezen az úgynevezett gravitációs expresszen. Nos, feltételezzük, hogy van egy ilyen alagút, és az ember beugrik. Kezdetben a Föld lefelé húz, az ember a Föld középpontja felé tart, tehát folyamatosan gyorsul. De amint áthalad a Föld középpontján és az ellenkező oldalra kerül, a Föld gravitációja megpróbálja visszahúzni. A gravitációnak tehát van egy törési hatása. Nem kell attól tartanunk, hogy óriási sebességgel kizuhanunk a Föld túloldalán lévő lukon, és kilövődünk az űrbe, hanem amint elérjük a Föld felszínét, tökéletes nyugalmi helyzetbe kerülünk. Bármelyik két várost kötnénk össze egy egyenes alagúttal, pontosan 42 percet venne igénybe, hogy a gravitáció a célba juttasson. Los Angeles-től Párizsig 42 perc alatt érnénk. Tegyük fel, hogy valaki Los Angelesből Tokióba szeretne eljutni. Nem számít, melyik útvonalat választja a Föld belsején át, az utazás minden esetben 42 percet vesz igénybe. A newtoni matematika megmagyarázza, miért is van ez így. Ha összekötnénk Los Angeles-t New York-kal és ásnánk egy alagutat, az alagút nyilván nem egyenesen lefelé haladna, hanem bizonyos szögben. A szög lelassítja az esés sebességét. Ugyanakkor a távolság is kisebb, és ha elvégezzük a számításokat, lásd csodát, a két hatás semlegesíti egymást, és akkor is 42 perc alatt ér oda az ember. Az útvonaltól függetlenül minden esetben 42 perc az út. Newton rájött arra, hogyan hat a gravitáció. De a híres fizikus Albert Einstein zsenialitása tárta fel, hogy miért is történik úgy. Einstein rájött, hogy a gravitációt valójában gigantikus testek, csillagok és bolygók hozzák létre, szó szerint elgörbítve magát a teret. Mint egy hatalmas gumilap, a tér elhajlik ott, ahol masszív testek helyezkednek el. Valójában Einstein felvetette, hogy a bolygók csillagai körüli útvonalai keringési pályái mind közvetlenül ennek a térelhajlásnak a következményei.
Ő úgy magyarázta a keringési pályát, hogy valami egyenes vonalban halad. Szabad eséskor bármely test egyenes vonalban halad a téridőben, a téridő görbülete pedig egy zárt elliptikus pályára hajlítja az útvonalát. Szóval maga a tér visszagörbíti önmagába. Ez a forradalmi felfedezés akkor született, amikor Einstein az 1910-es évek elején rájött, hogy a csillagok és bolygók keringési pályái a megfigyelhető kozmoszban valóban úgy viselkednek, ahogy Newton matematikája megjósolta. Egy kivételével, ez pedig a Merkur bolygó. Einstein úgy írta le a gravitációt, mint a tér és idő görbületét, és ezt figyelembe véve a Merkur keringési pályája tökéletesen működik. A Merkur nem egyenes térben, hanem görbült térben kering a nap körül. Ekkor pályája tökéletes. A görbült tér a mi naprendszerünkben is szerepet játszik. A Föld egyszerűen követi az általa egyenes vonalúnak vélt útvonalat, vagyis a két pont közötti legrövidebb távolságot. Einstein megállapította, hogy a tömeg nem csak a teret, hanem az időt is elhajlítja. Ezért Einstein azt nyilatkozta, hogy a fizikusoknak nem külön térről és időről, hanem téridőről, mint egységes objektumról kellene beszélniük. A tér és idő ilyenfajta összevonása első hallásra sokak számára zavaró lehet, de ha jobban belegondolunk, valójában nagyon is nyilvánvaló. Ha találkozót beszélek meg valakivel, és azt mondom, találkozzunk 3 órakor, ez nem elég információ. Azt kérdezik, hol? Ha azt mondom, találkozzunk a 203-as teremben, a kérdés az, hogy mikor? Minden alkalommal, amikor életünket valaki máséval keresztezzük, az bizonyos helyen és időben történik. Einstein felfedezése, hogy a tér elgörbült, és hogy az idő és a tér valójában egybefonódik, ma a gravitáció legpontosabb definíciójának számít. A Discovery űrsikló kilövése. A gravitáció titkainak feltárása lehetővé tette az emberiség számára, hogy kiszabaduljon földi békjóiból, és megnyitotta számunkra a világegyetemet. De a jövő űrhajósainak a Marsra vezető hosszú útjuk során vajon hogyan sikerült túlélniük a zero-g szokatlan hatásait? A gravitáció a barátunk és az ellenségünk. Ez az az erő, amely a sízőt és a hódeszkást lefelé hajtja a hegyről, és az égbe repíti őket. Elegendő lendülettel egy hódeszkás egy röpke pillanatra úgy érezheti, hogy nem hat rá a föld tömegvonzása. Valójában az ugrás tetőpontján súlytalan vagy. A súlytalanság időtartamát a röppálya hossza határozza meg. Ez a sebesség függvényében változik, szóval az a hódeszkás, aki egy jó Big Air figurát csinál, 1-2, de akár 3 másodpercnyi súlytalanságot is megtapasztalhat. Ám végül a gravitáció győz, és a magasan szálló szabadesést végző deszkás az ágyúból kilőtt lövedékhez hasonlóan végül visszakerül a földre. Ez a szabadesés a hódeszkás számára, amint az ugrás tetőpontjához ér, és megalkotja ezt a röppályát. Épp úgy, mint az ágyúgolyó esetében, amelynek röppályáját mindössze a sebesség és a gravitációs erő határozza meg. Aztán, ami a földet éréskor történik, az már nyilván egy másik történet. De mi van akkor, ha egy hódeszkás még magasabbra kíván szállni? Mi van, ha szeretné legyőzni a gravitációt, és ki akarja lőni magát a bolygóról? Teljesen és végérvényesen el akarja hagyni a Földet. A Földnek megvan az úgynevezett szökési sebessége, ez a mágikus sebesség, amelyet meghaladva örökre elhagyhatjuk bolygónkat, és sosem térünk vissza. A szökési sebesség az a legkisebb sebesség, amelyet minden testnek el kell érnie ahhoz, hogy elszabaduljon a Földről, másodpercenként 11 km, vagyis 40.233 km/h. Elméletileg egy elegendő lendülettel bíró hódeszkás is a megfelelő irányba célozva rakétaként szállhatna fel.
Kikerülni a Föld tömegvonzása alól talán nem reális egy hódeszkás számára, viszont lehetséges keringési pályára kilőni embereket és lövedékeket. El lehet hagyni rendszereket, mindössze elegendő energiára van szükség hozzá. Már elegendő energiát és szaktudást felhalmoztunk ahhoz, hogy a Holdra való utazásunk valóra váljon, és remélhetőleg hamarosan a Marsra és azon túlra is eljutunk. Hogy eljuthasson a Marsra és azon túlra, az emberiségnek ki kell tudnia használni a gravitáció energiáját. Mint ahogy azt folyamatosan tesszük, amikor extrém kalandokra vállalkozunk. A gravitáció kétfajta energiát ad nekünk, potenciálisat és kinetikusat. A potenciális energia a felhalmozott energiamennyiség, míg a kinetikus energia az összegyűlt potenciális energia eredménye. Ez a fantasztikus jelenség játszódik le a hullámvasúton. Amikor felfelé vontatnak, a potenciális energia megnövekszik. Szó szerint több energiával rendelkezel a hullámvasút tetején, mint az aljában. Ez nem csupán egy különös absztrakt dolog, valójában a tetőre érve nagyobb energiával rendelkezel. Ez pedig sebességi, kinetikus energiává alakul, ahogy lefelé zuhansz. A potenciális energiám hamarosan kinetikus energiává alakul át. Amikor egy szörfös elkapja azt az értékes pontot a hullámon, szintén az energia kettős hatását használja ki. A NASA szintén ezt az energia átalakulási elvet használja, hogy fokozza a sebességet küldetései során. Amint egy űrhajó megközelíti egy bolygó keringési pályáját, az szintén kinetikus energiát gyűjt a potenciális energia rovására. Amikor pedig körbejárja a bolygót kozmikus hullámvasútján, az űrhajó egyfajta csúszli effektusnak lesz kitéve, amely kinetikus energiáját megnövelve tovább lendíti. Amikor a Voyager űrhajó 1979-ben, 1980-ban a Jupiterre látogatott, elrepült a Jupiter mellett, az pedig rántott rajta egyet, és egyfajta csúszli effektus jött létre. Ezzel nem csupán az űrhajó mozgás irányát változtatta meg, hanem fel is gyorsította azt. A gravitációs erő módozatainak ismerete lehetővé teszi az emberiség számára, hogy messzebbre és gyorsabban utazhasson a világegyetemben. De a szükséges fizikai és technológiai előfeltételek a Földön kívüli utazásnak csupán az egyik tényezőjét jelentik. A másik az embereknek az űr sajátosságaira való felkészítése. Távol a Föld tömegvonzásától, például egy Marsra tartó, hosszú űrutazás során, a jövő asztronautáinak egy olyan környezetben kell megtanulniuk élni, dolgozni és kikapcsolódni, amely mentes a Föld tekintélyes tömegvonzásától, ahol súlytalannak érzik magukat és ahol minden test egyformán és szabadon mozog. Az egyik lehetőség, hogy megtapasztaljuk az űrhajós kalandot és az űrutazás élményét, hogy szimuláljuk azt egy zero-G repülés során. Nagyon várom a repülést. Ez hihetetlen élménynek ígérkezik. A végső hullámvasútra egy módosított zero-G Boeing 727-es repülőgépre szállva Alex Filipenko asztrofizikus élete meghatározó utazására készül. Olyan lesz, mint a levegőbe feldobott labda. Súlytalanság lép fel, mivel szabad esésben leszünk. Úgyhogy lebegni fogok, mintha nem lenne talaj a lábam alatt. A zero-G repülőút 7,3 és 9,75 kilométeres magasságban zajlik. Ez nagyjából megfelel a normális kereskedelmi repülőgépek repülési magasságának, ám a hasonlóság itt véget is ér. A légijármű egy sor hullámvasútszerű útvonalat követ a stratoszférában. A vidámparki Superman kalandhoz hasonlóan a Super Zero G repülőgép potenciális energiát halmoz fel, amikor 45 fokos szögben felfelé tart. Az utasok ezt testsúlyuk megnövekedésében érzékelik. A gravitáció nagyságát G erőben mérik. Egy G az a gravitációs erőmennyiség, amelyet a Föld felszínén állva érzékelünk. Így kell elhelyezkedni. Ahogy a repülőgép fokozatosan gyorsulva meredeken emelkedik, a gravitációs G szám megnövekszik, és az emberek nehezebbnek érzik magukat.
A repülőgép olyan 1,8G-vel gyorsul velünk felfelé. Ez a maximum értéke. Amint a gép a repülési ív csúcspontjához közeledik, könnyebbé válik, és a gép utasaival együtt lényegében szabad esésben van. A 0G következik, ó, a mindenét! Micsoda leírhatatlan érzés! Te jó szagú! Ó, szóval ezt érzik az űrhajósok. A repülőgép útvonala újra és újra súlytalansági állapotot idéz elő, egy sor ehhez hasonló parabolikus ívet követve. És bár egy repülőgép kabinjában vannak, a 0G utasok szabad esést érzékelnek, épp úgy, mint az ejtőernyősök. De mi okozza a súlytalanság érzését? Te jó ég! Ismét Galileihez térünk vissza. Ő kimutatta, hogy minden test egyforma sebességgel zuhan lefelé. Tehát amikor a repülőgép és utasai szabadon esnek a föld felé, egymáshoz képest változatlanul megőrzik viszonylagos helyzetüket. Ezért van az, hogy súlytalannak érzik magukat. Az érzés 25 másodpercig tartott. Mivel ennyi ideig lényegében a szabadesés állapotában voltunk. Mint Superman, amikor a levegőben repül. Te jó ég, el sem hiszem. Amikor a jet motorjai újra beindulnak és a szabadesés véget ér, az utasok visszanyerik súlyérzetüket. Ahogy Einstein mondaná, a súlytalanság csak illúzió. Ez egészen elképesztő. Hihetetlen érzés. A 0G repülőgép kihasználja azt, amit Einstein még 1916-ban kidolgozott, általános relativitás elméletében, miszerint a gyorsulás lényegében ugyanaz, mint a gravitáció. Amikor valakit egy rakétában vagy a 0G repülőgépben felfelé tolnak, ugyanazokat a G-erőket tapasztalja meg, mint amit egy masszív test például egy bolygó gravitációjának vonzásakor érezne. A gravitáció és a gyorsulás tehát ugyanazt az érzést váltja ki. Ezért van az, hogy a 0G utasainak az űrhajósokéhoz hasonló élményben van részük, és megtapasztalják a súlytalanság felszabadító élményét. A labda velem együtt szabadon esik, természetes útvonalán, a görbült téridőben. Einstein elmélete ezt állítja. A tömegtől függetlenül az esés követi természetes útvonalát. Ez hihetetlen. A 15 parabolaíven végighaladó 20 perces repülés során az ijegység és az öröm pillanatai között jut idő a gravitáció törvényeinek további demonstrálására is. Nézzék csak a vizet! Nézzék csak! Most elkapom! Ó, ez igen! A hánytató üstökösnek becézett parabolikus repüléseknek a puszta szórakoztatás mögött komoly céljuk van. Így készítik fel a NASA űrhajósait, hogy a 0G űrben dolgozzanak és éljenek. Az emberek tehát megtanulták, hogy repülés közben hogyan szimulálják a gravitáció hiányát. De vajon laboratóriumban lehetséges mesterséges gravitációt előidézni? Ezek a kísérletek a Mars sikeres felkutatásához vezetnek majd. A jövőnk most íródik. A 21. század hajnalán a gravitáció korlátainak leküzdése, valamint a Föld erőteljes vonzásából való kiszabadulás végre valóra vált. A következő lépés megtervezni és megépíteni azt a technológiát, amely lehetővé teszi, hogy más bolygókra utazzunk, ott dolgozzunk és éljünk. Mint ahogy már mondtam, elegendő energiát és technológiai szaktudást felhalmoztunk ahhoz, hogy a Holdra való utazásunk valóra váljon.
A csúcs technológiának köszönhetően az emberiség az űrkutatás új korszakának küszöbére érkezett. A Marsra való utazás itt kezdődik az MIT laboratóriumában. A mesterséges gravitáció lehet az egyik módja, hogy le tudjuk küzdeni a súlytalanság hátráltató hatásait. Az űrkorszak eljövetele óta a tudósokat is foglalkoztatja, hogy minimálisra csökkentsék a súlytalanság életveszélyes kockázatait és károsító hatásait. A problémák kezdetben az emberi túléléssel kapcsolatban merültek fel. Az Apollo időszakban még azt sem tudtuk, hogy az emberek hogyan reagálnának az űrben való hosszasabb, néhány órát meghaladó tartózkodásra. Mindenféle gondok felmerültek azzal kapcsolatban, hogy az ember képes-e irányítani egy járművet, miután egy tartós súlytalansági állapotnak volt kitéve. Egy marskutató expedíció megkövetelné, hogy az űrhajósok legalább 2, esetleg 3 évre is távol legyenek a Föld gravitációjától. Az emberi test egyszerűen nem a földi 1G-s gravitáció hiányára lett tervezve. A testfelépítésünk arra lett tervezve, hogy elbírja súlyunkat a gravitáció erőinek hatására. A gravitáció határozza meg, hogyan reagál a kardiovaszkuláris rendszerünk. Amikor felkelünk az ágyból és kiegyenesedünk, létezik egy szabályozó rendszer, amelynek köszönhetően a vérnyomás reagál a gravitációs erőhatásokra. Kísérletek kimutatták, hogy a hosszú távú súlytalanság csontritkuláshoz, izomsorvadáshoz és életveszélyes véralvadáshoz vezet. A NASA és az MIT repülőmérnökei egy személyi centrifugarendszert tesztelnek, amely mérsékelheti ezeket a nagyon is valós veszélyeket. Ez megóvja a szívüket, a csontjaikat és az izomrendszerüket. És azt kell hinnünk, hogy a rövidsugarú centrifugákkal előidézett mesterséges gravitáció lehet az általunk keresett univerzális ellenszer, amely megóvja az embereket a Marsra történő hosszú utazáson. Egy vidámparki utazáshoz hasonlóan egy test pörgetése mesterségesen G-erőket hoz létre. Hogy elkerüljék a mozgásbetegséget az MIT kísérletben, az űrhajósoknak rögzített helyzetben kell tartaniuk a fejüket. Egy percenkénti 30-as fordulatszámú pörgetésnél a centrifuga 1G-t gerjeszt, azt az erőt, amelyet egy földön álló személy érez. A tudósok remélik, hogy egy napon egy űrhajó eljut a Marsra, és úgy vélik, hogy az űrhajó fedélzetén egy személyi centrifugát kell biztosítani. Hogy megkaphassák a földi gravitációs adagjukat, az űrhajósoknak napi 1 órát kell majd a gépben tölteni. Minden nap egy rövid időt benne kell töltenünk, és meglehetősen gyorsan kell pörögnünk, amit én egy tornatermi pörgésnek nevezek. Olyan, mintha az ember elvégezné a napi testmozgását, edzését, az űrhajós megkapja a G-frissítőjét, a gravitációs tonikját. Amíg a Mars meghódítása még évtizedekbe telhet, Larry Young, asztrofizikus és tapasztalt síelő, egy Big Air figuráról álmodik a Mars felszabadító gravitációs mezejében. A bolygó felszínén a Föld tömegvonzásának 3/8 hatna ránk. Mindenki szeret a levegőben szállni, mindenki vágyik rá, de gondolják csak el, milyen lenne, ha a Marson lennénk. Az a személy, aki a Földön 45 kg-ot nyom, a Marson 17 kilósnak érezné magát. Bár egy marsbeli síelő a földi sebességének 1/3-ával száguldana le az Olympus hegyről, az alacsonyabb gravitáció azt is jelenteni, hogy a Big Air figurát legalább 3-szorosan tudná elvégezni. A gravitáció esetében a tömeg a mérvadó. Minél nagyobb a tömeg, annál nagyobb a tömegvonzás. Amikor arra gondolunk, hogy a földi tömegünk mennyi lenne egy nála masszívabb bolygón, ez roppant egyszerű. Ha valami 2-szer olyan masszív, mint a Föld, ott a súlyunk is megkétszereződne. Naprendszerünk legnagyobb bolygója a Jupiter. A felszínén állva egy 45 kilós személy 115 kilót nyomna. És bár a Jupiter szilárd felszínnel rendelkezik, egy síelőnek nagyon meg kellene küzdenie egy Big Air figuráért. Mindaz, amit már tudunk a gravitációról, hogy hogyan működik, és hogy hogyan lehet gyakorlati célokra felhasználni, elméletileg megmenthetni a Földet a végső kataklizmától. De hogyan segíthet a gravitáció a megmentésünkben?
Fokozatosan olyan 5 milliárd év múlva a nap ragyogva fellobban, vörös óriássá változva, amely tündökölve fellángol és kiég. Ezt követően belső naprendszerünk elnyelődik, és a Föld gravitációja és atmoszférája radikálisan megváltozik. Azon a ponton a kék bolygón kihunyna az élet. Ám Greg Laughlin asztrofizikusnak van egy terve, amely a gravitációt használná fel a Föld megmentésére. Ez a mostani környezetünk nagyon hasonló lenne ahhoz, ami jelenleg a Vénusz bolygón uralkodik. Döbbenetes szén-dioxid atmoszféra, olyan forró hőmérsékletek, amelyek az olmot is megolvasztanák. De nyugodjon meg, hogy amennyiben a legrosszabb bekövetkezik, a gravitációs tudomány megmentheti földanyánkat. Egy dolog, ami hosszú távon segítségünkre lehet, ha valamilyen módon a naptól nagyobb távolságra mozdítanánk ki a Föld keringési pályáját, ahol a hőmérséklet nem olyan magas. És ennek az egyik módja az, ha van elég időnk, azaz ha több millió év áll rendelkezésünkre, használhatnánk egy üstököst vagy egy aszteroidát. Az kellő megoldás lenne a problémára. Ehhez a megamozgáshoz egy űrhajó fedélzetén levő űrhajósoknak és mérnököknek közvetlenül a Föld előtt kellene manőverezniük az üstököst vagy aszteroidát. A leghatékonyabb eredményhez az üstökösnek nagyon közel kellene repülnie a Földhöz. A Föld keringési pályáján belül. Ezt követően a kozmikus hullámvasúton potenciális és kinetikus energia gerjesztődik, a többi pedig a gravitáció dolga. Ha ez megtörténik, az üstökös előre vonja a Földet, a Föld pedig visszafelé húzza az üstököst, amelynek eredményeképpen a Föld kap egy lökést. És ennek hatására egy valamivel nagyobb sugarú keringési pályára áll, így távolabbra kerül a naptól. És ha mondjuk 10 000 évente elvégeznénk egy ilyen beállítást, akkor a Föld 1 milliárd év alatt elég gyors ütemben mozoghatna kifelé, lépést tartva az állandóan erősödő nappal. Ám ha a szakértők elvétik a számításokat, és a nagy rizikó nem jön be, minden esélyünk oda lesz. Ha elvétenénk, és az üstökös összeütközne a Földdel, vagyis egy több száz kilométer kiterjedésű tárgya Földbe csapódna, az végzetes katasztrófához vezetne. Olyas valami történne, ami annak idején rengeteg faj kihalásához vezetett. Totális katasztrófa. Természetesen ez csak egy szélsőséges, hipotetikus elgondolás, de annyit biztosan tudunk, hogy a ma zajló létezésünk itt a Földön a gravitáció jelenlététől függ. Tökéletes feltételeket teremt az élethez és a boldogságra való törekvéshez. 1G hozza létre a szörfös álmát, a tökéletes hullámot. Ám a földi szórakozást nyújtó vadvizek nem az egyedüli gravitáció által létrehozott hullámok. A kozmoszban a gravitáció által megmozított részecskék meg annyi árapály zuhataga hullámzik. Einstein szerint ezek a gravitációs hullámok az egész világegyetemet áthatják. De mik ezek valójában? A gravitáció bármilyen változása egy fodrozódást hoz létre az űrben, amely fénysebességgel mozog. Ez egy gravitációs hullám. És mi váltja ki ezeket? Ha van két testünk, két csillag, amelyek mindegyike elhajlítja a teret maga körül, és egymás körül keringenek, akkor ennek eredményeképpen ez a két elgörbült zóna egy hullámot, egy fodrozódást hoz létre az űrben, amely kifelé mozog, energiát szállítva magával. Ezt gravitációs hullámnak nevezzük. Alapvetően úgy képzelje el a téridő hullámzását, mint egy óceáni hullámot, amely áthalad a világegyetemen. A gravitációs hullámok ugyanilyenek. Bármely mozgásban lévő anyag, kicsi vagy nagy, gravitációs hullámot hoz létre. És a Föld óceánjainak árapályához hasonlóan a gravitációs hullámok szüntelenül átgördülnek a kozmoszon. Elméletileg egy, az űrbe kilőtt szörfös megtapasztalhat egy e világon kívülre való zuhanást és elhajlást.
Ha az űrben vagy valahol egy gravitációs hullám jönne létre és áthaladna rajtunk, az történne, hogy meghíznánk, azután pedig lefogynánk, ami azt jelenteni, hogy a tér eltorzul. A tér egyik irányban kövérebbnek mutatna, a másik irányban pedig összenyomna. De ahhoz, hogy a Földhöz kötött tudósok bármilyen gyenge G-hullámjelet észlelhessenek, a zavart egy masszív kozmikus testnek kell gerjesztenie. A fekete lyukak és a pörgő neutroncsillagok képesek erre. Egy másik dolog, ami gravitációs hullámot hoz létre, egy robbanás. Mondjuk, ha egy szupernova, egy csillag felrobban, az egy gravitációs hullámot küld az űrbe. Egy gravitációs hullámtól származó fényszerű jel észlelését a LIGO nevű eszköz, vagyis a lézer interferométer teszi lehetővé. Jelenleg két egyforma LIGO laboratórium létezik. Az egyik Washington államban, a másik pedig ettől több mint 3220 kilométerre Louisianában található. Ha egy hullám érkezne, mindkét laboratórium eredményére szükség van az esemény megerősítéséhez. Lássuk, hogyan is működik mindez. Finom csiszolású üvegtükrök vannak az interferométer alátámasztásánál, amely összehasonlítja két fényhullám méréseit, és beazonosítja a köztük lévő különbségeket. Precíziós lézerfényt bocsátanak ki oda és vissza, és megosztják a két kalibrált tükör között. Normál körülmények között, amint a fény fellemozog a 4 km hosszú L-alakú vákumcsövekben, a két lézersugár alapvetően szinkronban van. Ez azt jelenti, hogy a sugarak voltaképpen kioltják egymást, és nem kerülhet ki fény az alagútból. De amikor egy gravitációs hullám érkezik, a tér egészen kismértékben kitágul vagy összenyomódik. Ennek eredményeképpen a lézersugarak eltérnek a fázisuktól, és csak is ilyen esetben csekély fény szűrődik ki. Egy aprócska jelet észlelünk, amely kisebb a haj átmérőjénél, egy proton egy ezrednyi részének megfelelő. Hang és fény jellé konvertálva, ez láthatóvá és hallhatóvá válik. A tudósok remélik, hogy elfogják a világegyetemben valaha előfordult legnagyobb kozmikus eseményt, a Big Bang-et. A gravitációs hullámok lehetnek a legjobb esélyeink arra, hogy nagyon közelről tanulmányozhassuk a világegyetem születését. 300 ezer évvel a Big Bang után a világegyetem nagyon sűrű volt, nem átlátszó, a fény nem tudott áthatolni rajta. És ha a fény nem képes áthaladni a világegyetemen, mi más képes? A gravitációs hullám. A probléma az, hogy mindeddig nem sikerült észlelnünk gravitációs hullámtól származó parányi jelet. Ez rendkívül nehéz. Valójában, amikor Einstein megfogalmazta ezt, ő nagyszerű elképzelésnek tartotta, de szerinte soha senki nem lesz képes észlelni ezeket. A LIGO tudósai, mint valami asztroszörfösök, azt remélik, hogy egy napon meglovagolhatják saját tökéletes gravitációs hullámukat. Láttuk azt, amit a gravitációs hullámok hatásainak vélünk. Egy rendszer gravitációs hullám által indukált energiaveszteségét, de közvetlen módon még soha nem tudtuk kimutatni. Ha a LIGO tudósainak küldetése sikerrel jár, és végre detektálnak egy hullámot, az megváltoztathatja a tudomány mai állását. Először a gravitációt kell megismernünk, aztán jöhet a még izgalmasabb feladat, a világegyetem megértése. A gravitációs erő világegyetemünk karmestere. Megalkotta és el is pusztíthatja a kozmoszt, a csillagokat, a bolygókat és az embereket. Irányítja az életünket, tevékenységeinket és erőfeszítéseinket. És mindennek a mélyén ott ez a kozmikus balett. Kollektív jövőnket a kozmosz tekintélyes uralkodójának, a gravitációnak a kegye és nagysága határozza meg. 30-as fordulatszámú pörgetésnél a centrifuga 1G-t gerjeszt, azt az erőt, amelyet egy földön álló személy érez. A tudósok remélik, hogy egy napon egy űrhajó eljut a Marsra, és úgy vélik, hogy az űrhajó fedélzetén egy személyi centrifugát kell biztosítani. Hogy megkaphassák a földi gravitációs adagjukat, az űrhajósoknak napi 1 órát kell majd a gépben tölteni.
Minden nap egy rövid időt benne kell töltenünk, és meglehetősen gyorsan kell pörögnünk, amit én egy tornatermi pörgésnek nevezek. Olyan, mintha az ember elvégezné a napi testmozgását, edzését, az űrhajós megkapja a G-frissítőjét, a gravitációs tonikját. Amíg a Mars meghódítása még évtizedekbe telhet, Larry Young asztrofizikus és tapasztalt síelő egy Big Air figuráról álmodik a Mars felszabadító gravitációs mezejében. A bolygó felszínén a Föld tömegvonzásának 3/8 hatna ránk. Mindenki szeret a levegőben szállni, mindenki vágyik rá, de gondolják csak el, milyen lenne, ha a Marson lennénk. Az a személy, aki a Földön 45 kg-ot nyom, a Marson 17 kilósnak érezné magát. Bár egy marsbeli síelő a földi sebességének egy harmadával száguldana le az Olympus hegyről, az alacsonyabb gravitáció azt is jelenteni, hogy a Big Air figurát legalább háromszorosan tudná elvégezni. A gravitáció esetében a tömeg a mérvadó. Minél nagyobb a tömeg, annál nagyobb a tömegvonzás. Amikor arra gondolunk, hogy a földi tömegünk mennyi lenne egy nála masszívabb bolygón, ez roppant egyszerű. Ha valami kétszer olyan masszív, mint a Föld, ott a súlyunk is megkétszereződne. Naprendszerünk legnagyobb bolygója a Jupiter. A felszínén állva egy 45 kilós személy 115 kilót nyomna. És bár a Jupiter szilárd felszínnel rendelkezik, egy síelőnek nagyon meg kellene küzdenie egy Big Air figuráért. Mindaz, amit már tudunk a gravitációról, hogy hogyan működik, és hogy hogyan lehet gyakorlati célokra felhasználni, elméletileg megmenthetni a Földet a végső kataklizmától. De hogyan segíthet a gravitáció a megmentésünkben? Fokozatosan, olyan 5 milliárd év múlva a nap ragyogva fellobban, vörös óriássá változva, amely tündökölve fellángol és kiég. Ezt követően belső naprendszerünk elnyelődik, és a Föld gravitációja és atmoszférája radikálisan megváltozik. Azon a ponton a kék bolygón kihunna az élet. Ám Greg Laughlin asztrofizikusnak van egy terve, amely a gravitációt használná fel a Föld megmentésére. Ez a mostani környezetünk nagyon hasonló lenne ahhoz, ami jelenleg a Vénusz bolygón uralkodik. Döbbenetes, találhatnánk egy üstököst vagy egy aszteroidát. Az kellő megoldás lenne a problémára. Ehhez a megamozgáshoz egy űrhajó fedélzetén levő űrhajósoknak és mérnököknek közvetlenül a Föld előtt kellene manőverezniük az üstököst vagy aszteroidát. A leghatékonyabb eredményhez az üstökösnek nagyon közel kellene repülnie a Földhöz, a Föld keringési pályáján belül. Ezt követően a kozmikus hullámvasúton potenciális és kinetikus energia gerjesztődik, a többi pedig a gravitáció dolga. Ha ez megtörténik, az üstökös előre vonja a Földet, a Föld pedig visszafelé húzza az üstököst, amelynek eredményeképpen a Föld kap egy lökést, és ennek hatására egy valamivel nagyobb sugarú keringési pályára áll, így távolabbra kerül a naptól. És ha mondjuk 10 000 évente elvégeznénk egy ilyen beállítást, akkor a Föld 1 milliárd év alatt elég gyors ütemben mozoghatna kifelé, lépést tartva az állandóan erősödő nappal. Ám ha a szakértők elvétik a számításokat, és a nagy rizikó nem jön be, minden esélyünk oda lesz. Ha elvétenénk, és az üstökös összeütközne a Földdel, vagyis egy több száz kilométer kiterjedésű tárgy a Földbe csapódna, az végzetes katasztrófához vezetne. Olyas valami történne, ami annak idején rengeteg faj kihalásához vezetett. Totális katasztrófa. Természetesen ez csak egy szélsőséges, hipotetikus elgondolás, de annyit biztosan tudunk, hogy a ma zajló létezésünk itt a Földön a gravitáció jelenlététől függ. Tökéletes feltételeket teremt az élethez és a boldogságra való törekvéshez. 1G hozza létre a szörfös álmát, a tökéletes hullámot. Ám a földi szórakozást nyújtó vadvizek nem az egyedüli gravitáció által létrehozott hullámok. A kozmoszban a gravitáció által megmozdított részecskék meg annyi árapály zuhataga hullámzik. Einstein szerint ezek a gravitációs hullámok az egész világegyetemet áthatják. De mik ezek valójában?
A gravitáció bármilyen változása egy fodrozódást hoz létre az űrben, amely fénysebességgel mozog. Ez egy gravitációs hullám. És mi váltja ki ezeket? Ha van két testünk, két csillag, amelyek mindegyike elhajlítja a teret maga körül, és egymás körül keringenek, akkor ennek eredményeképpen ez a két elgörbült zóna egy hullámot, egy fodrozódást hoz létre az űrben, amely kifelé mozog, energiát... Hogy egy napon egy űrhajó eljut a Marsra, és úgy vélik, hogy az űrhajó fedélzetén egy személyi centrifugát kell biztosítani. Hogy megkaphassák a földi gravitációs adagjukat, az űrhajósoknak napi egy órát kell majd a gépben tölteni. Minden nap egy rövid időt benne kell töltenünk, és meglehetősen gyorsan kell pörögnünk, amit én egy tornatermi pörgésnek nevezek. Olyan, mintha az ember elvégezné a napi testmozgását, edzését, az űrhajós megkapja a G-frissítőjét, a gravitációs tonikját. Amíg a Mars meghódítása még évtizedekbe telhet, Larry Young, asztrofizikus és tapasztalt síelő, egy Big Air figuráról álmodik a Mars felszabadító gravitációs mezejében. A bolygó felszínén a Föld tömegvonzásának 3/8 hatna ránk. Mindenki szeret a levegőben szállni, mindenki vágyik rá, de gondolják csak el, milyen lenne, ha a Marson lennénk. Az a személy, aki a Földön 45 kg-ot nyom, a Marson 17 kilósnak érezné magát. Bár egy marsbeli síelő a földi sebességének egy harmadával száguldana le az Olympus hegyről, az alacsonyabb gravitáció azt is jelenteni, hogy a Big Air figurát legalább háromszorosan tudná elvégezni. A gravitáció esetében a tömeg a mérvadó. Minél nagyobb a tömeg, annál nagyobb a tömegvonzás. Amikor arra gondolunk, hogy a földi tömegünk mennyi lenne egy nála masszívabb bolygón, ez roppant egyszerű. Ha valami kétszer olyan masszív, mint a Föld, ott a súlyunk is megkétszereződne. Naprendszerünk legnagyobb bolygója a Jupiter. A felszínén állva egy 45 kilós személy 115 kilót nyomna. És bár a Jupiter szilárd felszínnel rendelkezik, egy síelőnek nagyon meg kellene küzdenie egy Big Air figuráért. Mindaz, amit már tudunk a gravitációról, hogy hogyan működik, és hogy hogyan lehet gyakorlati célokra felhasználni, elméletileg megmenthetni a Földet a végső kataklizmától. De hogyan segíthet a gravitáció a megmentésünkben? Fokozatosan, olyan 5 milliárd év múlva a nap ragyogva fellobban, vörös óriássá változva, amely tündökölve fellángol és kiég. Ezt követően belső naprendszerünk elnyelődik, és a Föld gravitációja és atmoszférája radikálisan megváltozik. Azon a ponton a kék bolygón kihunna az élet. Ám Greg Laughlin asztrofizikusnak van egy terve, amely a gravitációt használná fel a Föld megmentésére. Ez a mostani környezetünk nagyon hasonló lenne ahhoz, ami jelenleg a Vénusz bolygón uralkodik. Döbbenetes széndioxid atmoszféra, olyan forró hőmérsékletek, amelyek az olmot is megolvasztanák. De nyugodjon meg, hogy amennyiben a legrosszabb bekövetkezik, a gravitációs évvel rendelkezésünkre használhatnánk egy üstököst vagy egy aszteroidát. Az kellő megoldás lenne a problémára. Ehhez a megamozgáshoz egy űrhajó fedélzetén levő űrhajósoknak és mérnököknek közvetlenül a Föld előtt kellene manőverezniük az üstököst vagy aszteroidát. A leghatékonyabb eredményhez az üstökösnek nagyon közel kellene repülnie a Földhöz, a Föld keringési pályáján belül. Ezt követően a kozmikus hullámvasúton potenciális és kinetikus energia gerjesztődik, a többi pedig a gravitáció dolga. Ha ez megtörténik, az üstökös előre vonja a Földet, a Föld pedig visszafelé húzza az üstököst, amelynek eredményeképpen a Föld kap egy lökést, és ennek hatására egy valamivel nagyobb sugarú keringési pályára áll, így távolabbra kerül a naptól. És ha mondjuk 10 000 évente elvégeznénk egy ilyen beállítást, akkor a Föld 1 milliárd év alatt elég gyors ütemben mozoghatna kifelé, lépést tartva az állandóan erősödő nappal. Ám ha a szakértők elvétik a számításokat, és a nagy rizikó nem jön be, minden esélyünk oda lesz.
Ha elvétenénk, és az üstökös összeütközne a Földdel, vagyis egy több száz kilométer kiterjedésű tárgy a Földbe csapódna, az végzetes katasztrófához vezetne. Olyas valami történne, ami annak idején rengeteg faj kihalásához vezetett. Totális katasztrófa. Természetesen ez csak egy szélsőséges, hipotetikus elgondolás, de annyit biztosan tudunk, hogy a ma zajló létezésünk itt a Földön a gravitáció jelenlététől függ. Tökéletes feltételeket teremt az élethez és a boldogságra való törekvéshez. 1G hozza létre a szörfös álmát, a tökéletes hullámot. Ám a földi szórakozást nyújtó vadvizek nem az egyedüli gravitáció által létrehozott hullámok. A kozmoszban a gravitáció által megmozdított részecskék meg annyi árapály zuhataga hullámzik. Einstein szerint ezek a gravitációs hullámok az egész világegyetemet áthatják. De mik ezek valójában? A gravitáció bármilyen változása egy fodrozódást hoz létre az űrben, amely fénysebességgel mozog. Ez egy gravitációs hullám. És mi váltja ki ezeket? Ha van két testünk, két csillag, amelyek mindegyike elhajlítja a teret maga körül, és egymás körül keringenek, akkor ennek eredményeképpen ez a két elgörbült zóna egy hullámot, egy fodrozódást hoz létre az űrben, amely... ...szeret a levegőben szállni. Mindenki vágyik rá, de gondolják csak el, milyen lenne, ha a Marson lennénk. Az a személy, aki a Földön 45 kilogrammot nyom, a Marson 17 kilósnak érezné magát. Bár egy marsbeli síelő a földi sebességének egyharmadával száguldana le az Olympus hegyről, az alacsonyabb gravitáció azt is jelenteni, hogy a Bigger figurát legalább háromszorosan tudná elvégezni. A gravitáció esetében a tömeg a mérvadó. Minél nagyobb a tömeg, annál nagyobb a tömegvonzás. Amikor arra gondolunk, hogy a földi tömegünk mennyi lenne egy nála masszívabb bolygón, ez roppant egyszerű. Ha valami kétszer olyan masszív, mint a Föld, ott a súlyunk is megkétszereződne. Naprendszerünk legnagyobb bolygója a Jupiter. A felszínén állva egy 45 kilós személy 115 kilót nyomna. És bár a Jupiter szilárd felszínnel rendelkezik, egy síelőnek nagyon meg kellene küzdenie egy Bigger figuráért. Mindaz, amit már tudunk a gravitációról, hogy hogyan működik, és hogy hogyan lehet gyakorlati célokra felhasználni, elméletileg megmenthetni a Földet a végső kataklizmától. De hogyan segíthet a gravitáció a megmentésünkben? Fokozatosan, olyan 5 milliárd év múlva, a nap ragyogva fellobban, vörös óriássá változva, amely tündökölve fellángol és kiég. Ezt követően belső naprendszerünk elnyelődik, és a Föld gravitációja és atmoszférája radikálisan megváltozik. Azon a ponton a kék bolygón kihunna az élet. Ám Greg Laughlin asztrofizikusnak van egy terve, amely a gravitációt használná fel a Föld megmentésére. Ez a mostani környezetünk nagyon hasonló lenne ahhoz, ami jelenleg a Vénusz bolygón uralkodik. Döbbenetes széndioxid atmoszféra, olyan forró hőmérsékletek, amelyek az olmot is megolvasztanák. De nyugodjon meg, hogy amennyiben a legrosszabb bekövetkezik, a gravitációs tudomány megmentheti földanyánkat. Egy dolog, ami hosszú távon segítségünkre lehet, ha valamilyen módon a naptól nagyobb távolságra mozdítanánk ki a Föld keringési pályáját, ahol a hőmérséklet nem olyan magas. És ennek az egyik módja az, ha van elég időnk, azaz ha több millió év áll rendelkezésünkre, használhatnánk egy üstököst vagy egy aszteroidát. Az kellő megoldás lenne a problémára. Ehhez a megamozgáshoz egy űrhajó fedélzetén levő űrhajósoknak és mérnököknek közvetlenül a Föld előtt kellene manőverezniük az üstököst vagy aszteroidát. A leghatékonyabb eredményhez az üstökösnek nagyon közel kellene repülnie a Földhöz, a Föld keringési pályáján belül. Ezt követően a kozmikus hullámvasúton potenciális és kinetikus energia gerjed. Nagyon gyorsan megyünk! Minden tömeggel vagy energiával rendelkező dolog, részecske, emberek, bolygók, csillagok és galaxisok gravitációt hoznak létre.
Teljhatalmú és mindenütt jelen való. A gravitáció vonz, irányít, meghajlít, alakít, alkot és rombol. Hatása alól egyetlen anyag és tömeg sem menekülhet. Mindent áthat. Rendkívül nagy távolságokon képes kifejteni hatását, és semmi sem kerülhet ki vonzása alól. A gravitáció tartja össze naprendszerünket. A gravitációs erő az, amely megtart bennünket a bolygón, megakadályozva, hogy felszálljunk arról. Ez az a kozmikus ragasztószer, amely az összes anyagot összetartja a világegyetemben. Képzeljenek el két dobókockát, amint azokat egymástól olyan egy centiméter távolságra teljes nyugalomba helyezik az űr közepén. Akkor azt tapasztalnánk, hogy körülbelül egy óra elteltével a két kocka lassan egymáshoz közeledne és egymáshoz érne. A gravitáció alkotta meg világunkat. A napunk egy hatalmas gázfelhőből jött létre, amelyet a gravitáció vonzott össze. Hasonlóképpen Földünk apró részecské gravitációs vonzásából keletkezett, amelyek fokozatosan egyre nagyobb tömeggé váltak. És a gravitáció erejét a tömeg és a távolság befolyásolja. A gravitáció mindegyik test tömegétől, az adott testet alkotó anyag mennyiségétől függ. Arányos a két tömeg nagyságával. Más szavakkal, minél nagyobb egy tömeg, annál nagyobb vonzást fejt ki más tömegekre. De ez még nem minden. És fordítottan arányos a közöttük lévő távolság négyzetével. Ez annyit jelent, hogy ha megkétszerezünk két test közötti távolságot, a vonzás vagy húzóerő mindössze negyede az eredeti erősségnek. A gravitáció vonzereje irányítja a világegyetemben lévő összes anyag helyváltoztatását és mozgását, függetlenül attól, hogy ez mennyire masszív. Ott vannak például a teljes galaxisok, amelyek egymás körül keringenek. Galaxis csoportok, amelyek mind a saját közös tömegközpontjuk körül keringenek. Ezen erő kiaknázásában rejlő gyakorlati lehetőség évszázadokon át nem hagyta nyugodni a tudósokat. A 17. századi csillagász Galilei ismerte fel elsőként, hogy a gravitáció ságérzését. Te jó ég! Ismét Galileihez térünk vissza. Ő kimutatta, hogy minden test egyforma sebességgel zuhan lefelé. Tehát amikor a repülőgép és utasai szabadon esnek a föld felé, egymáshoz képest változatlanul megőrzik viszonylagos helyzetüket. Ezért van az, hogy súlytalannak érzik magukat. Az érzés 25 másodpercig tartott, mivel ennyi ideig lényegében a szabadesés állapotában voltunk. Mint Superman, amikor a levegőben repül. Te jó ég, el sem hiszem. Amikor a jet motorjai újra beindulnak és a szabadesés véget ér, az utasok visszanyerik súlyérzetüket. Ahogy Einstein mondaná, a súlytalanság csak illúzió. Ez egészen elképesztő. Hihetetlen érzés. A Zero-G repülőgép kihasználja azt, amit Einstein még 1916-ban kidolgozott, általános relativitás elméletében, miszerint a gyorsulás lényegében ugyanaz, mint a gravitáció. Amikor valakit egy rakétában vagy a Zero-G repülőgépben felfelé tolnak, ugyanazokat a G-erőket tapasztalja meg, mint amit egy masszív test például egy bolygó gravitációjának vonzásakor érezne. A gravitáció és a gyorsulás tehát ugyanazt az érzést váltja ki. Ezért van az, hogy a Zero-G utasainak az űrhajósokéhoz hasonló élményben van részük, és megtapasztalják a súlytalanság felszabadító élményét. A labda velem együtt szabadon esik, természetes útvonalán, a görbült téridőben. Einstein elmélete ezt állítja.
A tömegtől függetlenül az esés követi természetes útvonalát. Ez hihetetlen. A 15 parabolaíven végighaladó 20 perces repülés során az ijegység és az öröm pillanatai között jut idő a gravitáció törvényeinek további demonstrálására is. Nézzék csak a vizet! Nézzék csak! Most elkapom! Ó, ez igen! A hánytató üstökösnek becézett parabolikus repüléseknek a puszta szórakoztatás mögött komoly céljuk van. Így készítik fel a NASA űrhajósait, hogy a 0G űrben dolgozzanak és éljenek. Az beszélek meg valakivel, és azt mondom, találkozzunk 3 órakor, ez nem elég információ. Azt kérdezik, hol? Ha azt mondom, találkozzunk a 203-as teremben, a kérdés az, hogy mikor? Minden alkalommal, amikor életünket valaki máséval keresztezzük, az bizonyos helyen és időben történik. Einstein felfedezése, hogy a tér elgörbült, és hogy az idő és a tér valójában egybefonódik, ma a gravitáció legpontosabb definíciójának számít. A Discovery űrsikló kilövése. A gravitáció titkainak feltárása lehetővé tette az emberiség számára, hogy kiszabaduljon földi békjóiból, és megnyitotta számunkra a világegyetemet. De a jövő űrhajósainak a Marsra vezető hosszú útjuk során vajon hogyan sikerült túlélniük a 0G szokatlan hatásait? A gravitáció a barátunk és az ellenségünk. Ez az az erő, amely a sízőt és a hódeszkást lefelé hajtja a hegyről, és az égbe repíti őket. Elegendő lendülettel egy hódeszkás egy röpke pillanatra úgy érezheti, hogy nem hat rá a föld tömegvonzása. Valójában az ugrás tetőpontján súlytalan vagy. A súlytalanság időtartamát a röppálya hossza határozza meg. Ez a sebesség függvényében változik. Szóval az a hódeszkás, aki egy jó Big Air figurát csinál, 1-2, de akár 3 másodpercnyi súlytalanságot is megtapasztalhat. Ám végül a gravitáció győz, és a magasan szálló szabadesést végző deszkás az ágyúból kilőtt lövedékhez hasonlóan végül visszakerül a földre. Ez a szabadesés a hódeszkás számára, amint az ugrás tetőpontjához ér, és megalkotja ezt a röppályát. Épp úgy, mint az ágyúgolyó esetében, amelynek röppályáját mindössze a sebesség és a gravitációs erő határozza meg. Aztán, ami a földet éréskor történik, az már nyilván egy másik történet. De mi van akkor, ha egy hódeszkás még magasabbra kíván szállni? Mi van, ha szeretné legyőzni a gravitációt, és ki akarja lőni magát a bolygóról? Teljesen és végérvényesen el akarja hagyni a Földet. A Földnek megvan az úgynevezett szökési sebessége, ez a mágikus sebesség, amelyet meghaladva örökre elhagyhatjuk bolygónkat, és sosem térünk vissza. A szökési sebesség az a legkisebb sebesség, amelyet minden testnek el kell érnie ahhoz, hogy elszabaduljon a Földről, másodpercenként 11 kilométer, vagyis gravitációt használná fel a Föld megmentésére. Ez a mostani környezetünk nagyon hasonló lenne ahhoz, ami jelenleg a Vénusz bolygón uralkodik. Döbbenetes széndioxid atmoszféra, olyan forró hőmérsékletek, amelyek az olmot is megolvasztanák. De nyugodjon meg, hogy amennyiben a legrosszabb bekövetkezik, a gravitációs tudomány megmentheti földanyánkat. Egy dolog, ami hosszú távon segítségünkre lehet, ha valamilyen módon a naptól nagyobb távolságra mozdítanánk ki a föld keringési pályáját, ahol a hőmérséklet nem olyan magas. És ennek az egyik módja az, ha van elég időnk, azaz ha több millió év áll rendelkezésünkre, használhatnánk egy üstököst vagy egy aszteroidát. Az kellő megoldás lenne a problémára. Ehhez a megamozgáshoz egy űrhajó fedélzetén levő űrhajósoknak és mérnököknek közvetlenül a Föld előtt kellene manőverezniük az üstököst vagy aszteroidát. A leghatékonyabb eredményhez az üstökösnek nagyon közel kellene repülnie a Földhöz. A Föld keringési pályáján belül.
Ezt követően a kozmikus hullámvasúton potenciális és kinetikus energia gerjesztődik, a többi pedig a gravitáció dolga. Ha ez megtörténik, az üstökös előre vonja a Földet, a Föld pedig visszafelé húzza az üstököst, amelynek eredményeképpen a Föld kap egy lökést. És ennek hatására egy valamivel nagyobb sugarú keringési pályára áll, így távolabbra kerül a naptól. És ha mondjuk 10 000 évente elvégeznénk egy ilyen beállítást, akkor a Föld 1 milliárd év alatt elég gyors ütemben mozoghatna kifelé, lépést tartva az állandóan erősödő nappal. Ám ha a szakértők elvétik a számításokat, és a nagy rizikó nem jön be, minden esélyünk oda lesz. Ha elvétenénk, és az üstökös összeütközne a Földdel, vagyis egy több száz kilométer kiterjedésű tárgy a Földbe csapódna, az végzetes katasztrófához vezetne. Olyas valami történne, ami annak idején rengeteg faj kihalásához vezetett. Totális katasztrófa. Természetesen ez csak egy szélsőséges, hipotetikus elgondolás, de annyit biztosan tudunk, hogy a ma zajló létezésünk itt a Földön a gravitáció jelenlététől függ. Tökéletes feltételeket teremt az élethez és a boldogságra való törekvéshez. 1G hozza létre a szörfös álmát, a tökéletes hullámot. Ám a földi szórakozást nyújtó vadvizek nem az egyedüli gravitáció által létrehozott hullámok. A kozmoszban a gravitáció által megmozított részecskék meg annyi árapály zuhataga hullámzik. Egyek tükrök vannak az interferométer alátámasztásánál, amely összehasonlítja két fényhullám méréseit, és beazonosítja a köztük lévő különbségeket. Precíziós lézerfényt bocsátanak ki oda és vissza, és megosztják a két kalibrált tükör között. Normál körülmények között, amint a fény felle mozog a 4 km hosszú L-alakú vákuumcsövekben, a két lézersugár alapvetően szinkronban van. Ez azt jelenti, hogy a sugarak voltaképpen kioltják egymást, és nem kerülhet ki fény az alagútból. De amikor egy gravitációs hullám érkezik, a tér egészen kismértékben kitágul vagy összenyomódik. Ennek eredményeképpen a lézersugarak eltérnek a fázisuktól, és csak is ilyen esetben csekély fény szűrődik ki. Egy aprócska jelet észlelünk, amely kisebb a haj átmérőjénél, egy proton 1/1000 részének megfelelő. Hang és fény jellé konvertálva, ez láthatóvá és hallhatóvá válik. A tudósok remélik, hogy elfogják a világegyetemben valaha előfordult legnagyobb kozmikus eseményt, a Big Bang-et. A gravitációs hullámok lehetnek a legjobb esélyeink arra, hogy nagyon közelről tanulmányozhassuk a világegyetem születését. 300 000 évvel a Big Bang után a világegyetem nagyon sűrű volt, nem átlátszó, a fény nem tudott áthatolni rajta. És ha a fény nem képes áthaladni a világegyetemen, mi más képes? A gravitációs hullám. A probléma az, hogy mindeddig nem sikerült észlelnünk gravitációs hullámtól származó parányi jelet. Ez rendkívül nehéz. Valójában, amikor Einstein megfogalmazta ezt, ő nagyszerű elképzelésnek tartotta, de szerinte soha senki nem lesz képes észlelni ezeket. A LIGO tudósai, mint valami asztroszörfösök, azt remélik, hogy egy napon meglovagolhatják saját tökéletes gravitációs hullámukat. Láttuk azt, amit a gravitációs hullámok hatásainak vélünk. Egy rendszer gravitációs hullám által indukált energiaveszteségét, de közvetlen módon még soha nem tudtuk kimutatni. Ha a LIGO tudósainak küldetése sikerrel jár, és végre detektálnak egy hullámot, az megváltoztathatja a tudomány mai állását. Először a gravitációt kell megismernünk, aztán jöhet a még izgalmasabb feladat, a világegyetem megértése. A gravitációs erő világegyetemünk karmestere. Megalkotta, és el is pusztíthatja a kozmoszt, a csillagokat, a bolygókat és az embereket. Irányítja az életünket, tevékenységeinket és erőfeszítéseinket. És mindennek a mélyén ott ez a kozmikus balett. Kollektív jövőnket a kozmosz tekintélyes uralkodó